A kamara a közvetítő, a kovász szerepét tölti be a duális képzés területén. Ezzel kezdte köszöntőjét Gál József, a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Tudás Transfer című duális képzési konferencián. Az elnök elmondta, a kamara felügyeli a duális képzést, így kapcsot képez a vállalkozások és a szakképző intézmények között, illetve felügyeli az oktatás minőségét. Az elnök hangsúlyozta, hogy Kecskemét volt az első, ahol a felsőfokú duális képzés meghonosodott. A gyakorlati tevékenységben, ahol sokszor nagyon drága gépek, eszközök szükségesek, abban az iskolák nagyon nehezen tudják a lépést követni források hiány, és ezért a vállalkozások viszont ugyanezekkel jobban rendelkeznek, tehát meg tudják adni azt a tudást, ami a gyakorlati oldalon kell. Ennek a rendszere nagyon jó kialakult és nagyon jól működik. A több évtizedes szakmai partnerség után az Iparkamara és a Neumann János Egyetem együttműködésük elemeit egy megállapodásban rögzítette, így az intézmények vezetői a konferencia keretében ünnepélyesen hosszú távú, stratégiai keretmegállapodásra szentesítették mindazt, amit a két intézmény együtt elért. Szól a közös programokról, a kamarával együtt a vállalkozásokért tantárgyunkról, amit közösen hirdettünk meg a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, és a vállalkozóvá válását segíti a mi hallgatóinknak. A másik pedig, illetve fontos meghatározó része az a duális képzés fejlesztése. A Kecskeméti Neumann János Egyetem nagyon büszke arra a képzési modellre, amit elindított és kialakított és folyamatosan fejleszt. A rektor az egyetem képzéseinek bemutatása mellett arról is beszélt, hogy már több mint 60 céggel van duális partneri kapcsolata az egyetemnek, de a módszertani fejlesztés eredményeit szeretnék még magasabb szintre emelni, illetve a tapasztalataikat a vármegyében működő vállalkozások számára elérhetővé tenni. Dr. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára előadásában az országos adatokat is ismertette, melyekből kiderült, hogy 351 duális partnerszervezet és 21 felsőoktatási intézmény dolgozik együtt a képzésformában jelenleg. A konferenciáról bővebb összeállítást láthatnak holnapi Gazdasági Ablak magazinunkban.